Oké, Juma traktátus 56-os lapja következik, és gyorsan frissítsük föl, hogy miről is volt szó tegnap este, azok számára, akik esetleg már elszunyókáltak, mire sor került a napi Talmudra este 10-kor. Tegnap annak kapcsán folyt a diskurzus, hogy ugye a főpap, a Kohen Gadol kijön a szentek szentjéből, miután felhintette az üszővérét a Fridládára, vagy a Fridláda felé, erről beszéltünk hosszasan, hogy hintette, hogy Ahász le májla, se van a máta, egyet fönt, hetet lent. Akkor, amikor kijött, akkor lerakta a vért egy aranypolcra, a kejhet a vérrel egy aranypolcra, kiment, levágta a kecskét, és a kecskének a vérét is felfogta, azzal is bement, ugyanúgy felhintette a vért, egyet fönt, hetet lent, megint kijött, utána lerakta azt is az aranypolcra, és elvette az üszőnek a vérét az előző aranypolcról, és most ugyanezt a egyszer fent, hétszer lent hintést megcsinálta a Paroiches, a szentek szentje előtti függönyre. És akkor megint visszament, lerakta, kicserélte, és így tovább. Az volt a vita a bölcsek és Rabbi Yehuda között, hogy két aranypolc volt, vagy egy aranypolc volt. Két aranypolc volt, és akkor mindegyik kejhelynek, az üszőnek a kejhének, és a bűnbaknak a kejhének megvolt a maga aranypolca, hogy egy aranypolc volt, és cserélgették egymást, és cserélgette az aranypolcon a kejheket a főpap. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy csak egy aranypolc volt. Miért? Mi az oka annak, hogy Rabbi Yehuda szerint csak egy volt, és nem kettő? Mit mondtunk? Azt mondtuk, azért, mert Rabbi Yehuda tartott attól, hogy összekeverik a kettőt. Összekeverik az egyik a másikat. Azt mondja, a Talmudát miért kevernék össze? De írjuk rá mindegyik polcra, hogy melyik, legyen egy polc, amin az van ráírva, hogy Pársel Árain, a főpapnak a az üszője, a másikra pedig legyen az írva, hogy Szaira Hátosz, legyen ráírva, hogy a bűnbak. És akkor az írásból fogjuk tudni, hogy melyik, és nem fogja összekelni a kettőt. Erre azt mondta Rabbi Yosef, hogy azért nem lehet ezt csinálni, mert Rabbi Yehuda szerint az írás az önmagában még nem egy elég emlékeztető jel. És ezért még mindig össze fogja keverni. Honnan tudjuk, hogy nem elég emlékeztető jel? És akkor itt belementünk, fölfrissítsük a Skalim traktátusban tanult, 13, ha visszaemlékeztek, azt mondtuk, 13 persej volt a szentélyben, mindegyik persejnek megvolt a maga célja, a persejbe bedobálták az adományokat, és mindegyik persejbe a maga adományát, és felsorolta a Talmud, hogy milyen persejek voltak, mindegyikre rá volt írva, hogy melyik. És a persejek között volt, ugye, ami az új sékelekhez kellett, azokhoz a sékel adományhoz, amit minden évben kellett adni, és az az idei sékel adomány volt, voltak a régi sékelek, ami tavalyról elmaradt, és idén szeretném pótolni. Volt ilyen, volt olyan, volt amolyan, és volt kettő, amiben a galambfiókák és gerlicék áldozatát kellett, nak a pénzét kellett beledobni. És Rabbi Yehuda ott azt mondta, hogy ez a pénz, amit beledobnak ebbe a két persejbe, a galambfiók és gerlice hatjákjába, az abban nem lehetett kétféle módon, kétféle áldozatot lehet hozni a galambfiókák és gerlicékből, vagy egy önkéntes égő áldozatot, vagy pedig egy kötelességből hozott pár áldozatot, tehát ahol kettőt kell hozni, amiből az egyik égő áldozat lesz a másik bűnáldozat, és Rabbi Yehuda azt mondta, hogy ezt nem csináljuk, azokat nem dobáljuk be, hanem azt konkrétan oda kell adni a főpapnak. Miért? Azért, hogy megint nehogy összekeveredjen. Először azt gondoltuk, hogy azért mondja így, hogy ne könny összekeveredjen. Rá lehet írni, hogy melyik, az nem elég, mert még mindig össze fogja keverni. Végül azt mondta a Talmud, hogy nem ezért mondta Rabbi Yehuda, hogy nem lehet nehogy összekeveredjen, hanem egészen más miatt mondta, azért mondta, mert attól tartott, hogyha valaki bedobja a persejbe
azt a pénzt, amiből azt akar, hogy utána egy hátosz, egy bűnáldatot hozzanak, akkor, és utána meghal az illető, akkor félő, hogy a hátosz nem fogja tudni, hogy melyik pénz az övé, összekeveredett a sok hátosz pénz az ő pénzével, és nem tudjuk, hogy melyik, és az összes pénzt ki kell dobni. Mert azt mondta a Talmudát, miért kéne kidobni? Válasszunk ki egy pénzdarabot, és mondjuk azt, hogy ez az övé. És itt azt mondja a Talmud, azért nem lehet ezt mondani, mert Rabbi Huda az állásponton van. Emlékszel, András? Hogy? Nagyon jó, ez az. Mert visszamenőleges a visszaható, a jövőben való cselekvés, a múltba való visszahatását nem fogadja el. Ugye ezt hívjuk úgy, hogy breira. Jés breira, vagy én breira. A breira az azt jelenti, hogy egy jövőbeni cselekedet visszahat-e a múltra. Ugye a bölcsek azt mondják például jelen esetben, nem tudjuk, melyik pénz volt az övé. De mindegy is, válasszunk ki egy pénzt, és visszamenőleg mondjuk azt, hogy ez az ő pénze, és így akkor az lesz az a pénz, amiből az ő hátosziát veszük. De mindig azt mondja, én breira, nem lehet elfogadni azt, hogy így a jövőben való cselekedettel visszahassunk a múltra, mert én breira, mert ezt nem fogadjuk el, hanem eleve, amikor a pénz berakta a persejbe, az a pénz, amit ő berakott, az a pénz, amiből meg kell hozni az áldozatot. És akkor ez, ugye ez a vita. Jés breira, vagy én breira. Akkor, hogy a múltban a jövőben való cselekedet visszahat-e a múltra, ez egy jogfilozófiai kérdés, és ebben vita van a bölcsek és Rabbi Huda szerint. A bölcsek azt mondják Jés breira, hogy lehet ezt alkalmazni, ezt a módszert, hogy a jövőben való cselekedet visszahat a múltra, és Rabbi Huda szerint nem lehet alkalmazni ezt a cselekedetet. Ezt a jogi formát. Gyorsan felírjuk a fogalmat, hogy ne felejtsük el, Jés breira vagy én breira. Most a Talmud fog hozni egy pár példát, fokozni egy pár példát arra, hogy mi az, hogy Jés breira vagy én breira, és mi mindegyiket végig fogjuk menni. Van különben olyan, amit már tanultunk, mert azt hiszem, hogy az Érumin traktátusban már volt róla szó. Megvárjuk, hogy bekapcsol a táblánk. Kicsit lassan, hosszan gondolkodik. Azt fogjuk nézni, hogy honnan tudjuk, hogy ez így van, hogy a bölcsek szerint Jés breira, Rabbi Huda szerint én breira. Rabbi Huda lészlé breira, tehát Rabbi Huda nem fogadja el azt, hogy van ez a fogalom, hogy breira. Minalam, honnan tudjuk, hogy ez így van? Én léma mehadat nán. Esetleg a következő esetből tudjuk. Hogy tanultuk a Dmáj traktátusban, a Kiach Jain mi Bénakutim, Oimedve, oimed, snei lugim sáni oszidla hafris a rejéntruma, a szora mászer isseny, tiszomászer sejni, un mejhelve sajszemiád, divré rabbi meir. Következő az eset. Ugye minden termésből kell adni trumát, mászert, mászer sejnit, kell adni ugye a papoknak járó adót, a lévitáknak adott adót, a mászer sénit, ugye a második tizedet, amit magunknak föl kell vinni Jeruzsálembe, és ott kell elfogyasztani. És hogyha ezeket nem hoztuk meg a termésből, akkor az tevel. Az olyan étel, vagy olyan termés, amit nem lehet fogyasztani.
Ha olyan embertől, mi van akkor, hogyha ez nem az én termésem, hanem veszek valakitől? Ugye mit mondtunk, hogyha egy ámhóreztől veszek, egy tudatlan embertől veszek, akkor abból indulok ki, hogy ő valószínűleg a legszigorúbb dolgot, a trumát, a kohanitáknak járó hotyákot azt felajánlotta, a kohanitáknak járó adományt, azt, adót azt felajánlotta, de a mászert és a mászersejnit, a tizedet és a másik tizedet nem ajánlotta föl. És ezért a biztos, ezért úgy nevezzük ezt a termést, hogy máj, hogy olyan kétes termés, a biztonság kedvéért ebből föl kell ajánlani. Mi van akkor, hogyha még rosszabb a eladó? Nem is egy amorec, nem is egy tudatlan, hanem egy kuti. Ugye a kuti az azok a somroniták, akikkel kapcsolatban visszaemlékeztek, ugye vita volt a talmudi bölcsek között, hogy egyáltalán zsidóknak tekintjük-e, vagy nem tekintjük zsidóknak őket. Ugye ők azok, akiket az első szentély pusztulása után a babiloniak betelepítettek Észak-Izraelbe, és kezdetben bálványimádók voltak, utána félig meddig betértek zsidónak, és az a kérdés, hogy az ő betérésüket elfogadjuk-e vagy sem. Most mindesetre mi van akkor, hogyha én veszek egy kutitól, egy somronitától bort, akkor mivel abból indulok ki, hogy ő semmit nem hozott meg ebből, se a trumát, se a mászert, se a mászersénit, akkor nekem ezt pótolnom kell, és kell belőle hoznom. Mi van akkor, hogyha szombat van? Én vettem a hotyáktól bort, a somronitától bort, és szombat van. A szombaton nem lehet leválasztani a tizedet, a trumát, a mászersényit, ezeket az adókat nem lehet leválasztani a fizikailag. Megtehetem-e, hogy azt mondom, hogy itt van egy hatalmas hordóbor, és most leválasztom virtuálisan, és azt mondom, hogy olyan, mintha a tizedet leválasztottam, de majd fizikailag csak holnap, vasárnap fogom leválasztani, vagy miután kimegy a szombat, és azt mondom, hogy az a bor, amit ki fogok meríteni, az a tized, egy tized a bornak, amit ki fogok meríteni, majd a szombat kimenetel után, az az, amire én már most gondoltam. Vagy ugyanígy, az az egy ötvened, ugye, mert a truma, amit a kohanitáknak mondunk, az egy ötvened, az 2%, amit ki fogok meríteni a borból, amikor kimegy a szombat, az az, amire már most gondoltam. Ugye ez tipikus esete a Breirának. A Breira az azt jelenti, hogy most mondom, a jövőben fogom csinálni, és az, amit a jövőben csinálok, az visszahat a múltra. Én már péntek este azt mondom, hogy gondolatban, virtuálisan, itt van előttem ez a hordóbor, ennek egy részét majd szombat este felajánlom. De nem tudom még, hogy melyik része az fizikailag. Akkor kimegy a szombat, akkor kimerítek belőle bort, és azt mondom, ez az a rész, amire én gondoltam péntek este. Ez működik, vagy nem működik? Ez a vita, hogy Jézs Breira, vagy én Breira. Most azt mondja itt a idézett paragrafus, hogy Rabbi Meir szerint ezt lehet csinálni. Lehet csinálni, hogy azt mondom, hogy most leválasztom a tizedet, most leválasztom a trumát, és majd a jövőben, amit le fogok felőle fizikailag választani, az az, amire már gondoltam, amikor leválasztottam eredendően. Hogy? Nem értem. Mert hogyha azt mondom, miért nem működne, mert most fizikailag nem választottam le. A kérdés az az, a tizedet leválasztani, igen? Igen, csak a tized... De várj, nem, mert a tized leválasztása az alapból, vagy a truma leválasztása alapból fizikailag kell, hogy történjen. Most én nem csinálom fizikailag, hanem csak a jövőben fogom. De a jövőben történő fizikai leválasztás visszafelé működik-e mostanra? Mert virtuálisan már lecsináltam, de fizikailag még nem. A jövő meg fogom csinálni fizikailag? Akkor visszafelé hat-e a dolog? Ez a kérdés, hogy Jézs Béla vagy én Béla. De miért azt mondja, hogy ez működik? Rabbi Yehuda viszont azt mondja, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Simon, Öszrim, ők viszont azt mondják, hogy ez nem működik. Azaz, hogy melyik jogfilozófiai esetet követem, hogy Jézs Béla vagy én Béla? Lehet-e használni ezt a visszaható elvet, vagy nem lehet használni? Az, hogy miből jutottak oda, hogy működik, vagy nem, az egy külön történet. Most nem vagyok felkészül, hogy elmondjam, én is magam sem tudom pontosan, hogy mi ennek a jogfilozófiai hozzáállásnak,
hogy valaki azt mondja, hogy Jézsbréra, vagy azt mondja, hogy Énbréra, az mi az alapja? Azt hiszem, hogy ezt tanultuk talán az Éruvin traktátusban, mert mindjárt a következő példánk magából az Éruvinból lesz. Ismerős lesz nektek. Álma Énbréra, akkor mit látunk ebben, hogy Rabbi Judah szerint nem működik a Bréra, mert ő azt mondja, hogy nem lehet ezt csinálni. Nem lehet azt csinálni, hogy most leválasztom a tizedet fejben, és nem tudom, a trumát fejben, és a mászersényit fejben, és majd amikor kimegy a szombat, akkor fizikailag kiöntöm az egy tizedet, az egy ötvenedet, stb. És az visszahat a múltra. Rabbi Judah szerint ezt nem lehet csinálni, mit látok ebből Énbréra? Hogy? Volt valami ilyen. Mert nem lehet, volt valami ilyesmi. Igen, volt valami ilyesmi, én sem emlékszem, de hosszan igazad van. Most, hogy mondod, eszemült, hogy volt tényleg egy ilyen, hogy ilyen. Oké, azt mondja a Talmud, mi máj. Dilma sájni hosszom, de tálni tájma amrül a jelábi meír, íját a majd, de sem mondjuk baká, nöjd, nincs a sejszet valami lán freja, van mellő a hemlegségig baká. Azt mondja, a Talmud nem. Miért? Mert lehet, hogy Rabbi Yehuda szerint, és Rabbi Simon szerint, Rabbi Yehuda és Rabbi Simon szerint, nem azért nem lehet alkalmazni ezt a virtuális leválasztó módszert. A virtuális módszert, mert a jövőbeni döntésem nem tud visszahatni a jelenre, vagy a múltra. Nem. Ha vissza is tudna hatni, van egy probléma. Mi a probléma? Hogy te erre hagyatkozva, hogy majd a jövőben, vissza a jövőben, ugye a film címe, a jövőben eldöntöd, ez visszaadt a múltra, tehát már most olyan, mintha meghoztam volna a tizedet, te erre hagyatkozva már most akarsz inni a borból. De mi történik akkor, ha eljön a szombat este, és te leválasztanád most fizikailag, mert ugye ez volt az egésznek az alapja, és ups, kiömlik a bor. Kiömlött a bor, akkor nem tudod leválasztani. Akkor van egy fizikai akadályoztatás, hogy miért nem tudod megcsinálni. Akkor nem azért nem lehet, mert nem működne, csak azért, mert nem vagyok benne biztos, amíg nem csináltad meg, nem vagyok biztos, hogy meg fogod csinálni. És ez volt, amit Rabbi Yehuda, Jasszú és Rabbi Simon mondtak Rabbi Meirnek, Rabbi Meir, nem félsz attól, hogy ki fog ömlenni a tömlő? Te most arra hagyatkozva, hogy a jövőben leválasztod a bort, most iszol már a borból. De ki mondja, hogy le fogod tudni választani, amikor lehet, hogy a jövőben már nem lesz bor? Mert mire oda jutnál, hogy ki leválasztod, ups, kiömlik a maradék bor? Látom, hogy Gábor kérdezi, hogy a kérdés, hogy a tized vagy a szombat az erősebb kötelesség. Kicsit itt nincs kérdés, ezzel kapcsolatban nincs kérdés, mert az biztos, hogy a szombat erősebb, és nem lehet a tizedet fizikailag leválasztani. És ezért alkalmaznánk azt a módszert Rabbi Meir szerint, hogy most virtuálisan választjuk le, a jövőben leválasztjuk fizikailag, és majd az visszahat a jelenre. Tehát Rabbi Meir szerint biztos, hogy van Bréra, lehet alkalmazni ezt a jövőbeni visszahatást. Rabbi Yehuda nem lehet alkalmazni itt ebben az esetben, de nem biztos, hogy azért, mert ő azt mondja általában, hogy Énbréra, hogy nem működik ez a jövőben való döntés, ami visszahat a jelenre, hanem lehet, hogy csak fizikailag van egy probléma, egy akadályoztatás, és hogy kiömlik a bor Moce Sábeszkor, és nem fogod tudni megcsinálni. Azt mondja, a Talmud ellamide tani. Azt mondja, a Talmud nem ennyi, vagy akkor jogos, akkor legyen egy másik példa. Mide tani, de tani ájra bjédei, mert én adom mászni elsnéd, varim kehod. Oké, most van lesz, amit ismerős lesz nektek az Éruvin traktátusban. Mit tanultunk, hogy van a Éruvét humin, amikor valaki szombaton elhagyja a szombat határt. Ugye mit jelent, hogy ott lakik, ahol lakik, akörül egy kilométerre nem mehet el. Ugye annak a határától túl nem mehet. Mit tud csinálni? Hogy a lakhelyét kihelyezi a szélén a Tchum Sábesznek, a szombat határnak, és akkor onnan számoljuk a két kilométer. Oké. És akkor mehet tovább, még onnan számítva mehet tovább. Ugye ez volt az egész Éruv Tchumin a szombat határral kapcsolatos, amit tanultunk. Következő volt az eset, hogyha visszaemlékeztek. Jön egy rabbi a városba, és te szeretnéd fogadni. De nem tudod, hogy melyik oldalról jön. Ugye? Nem tudod, hogy keletről fog jönni, vagy nyugatról fog jönni. Kirakhatod-e mind a két szélére a városnak
hatyákat, az ételt, ami szimbolizálja a lakhelyedet. Ugye mit mondtunk, hogy a székhelyedet kell kihelyezni? Hogy helyezheted ki a székhelyedet? Hogyha egy ételt kiraksz a határba, akkor az olyan, mintha ott lenne a székhelyed. Kirakhatod-e két helyre is feltételesen a székhelyedet? Mondván, hogy ha a rabbi keletről jön, kiderül szombaton, hogy keletről fog jönni, akkor a kelet irányba kirakott székhelyed az igazi, és akkor tudsz elébe menni, és tudod fogadni. Hogyha nyugatról jön, akkor azt mondod, hogy a nyugati irányba jön, és akkor ez egy altnáj, egy feltételes kihelyezése a székhelyednek. Vagy kelet, vagy nyugat. Talmud azt mondja, ezt lehet csinálni. Miért? Mert vagy. Mi a helyzet akkor, hogyha nem egy rabbi jön, hanem két rabbi jön? És tudod, hogy az egyik keletről jön, a másik nyugatról jön. De nem döntötted el, hogy melyiket akarod fogadni. Akkor meg lehet ezt csinálni? Azt mondja, a Talmud nem, ezt már nem lehet megcsinálni. Miért? Miért nem? Erre azt mondtam, hogy a Vibunda, a Májsna, mi a különbség e között és az előző között? Az előzőnél, amikor egy rabbi jön, csak nem tudod, hogy keletről vagy nyugatról, akkor meg lehet csinálni feltételesen, hogy mind a két helyre kihelyezed a keleti végébe és a nyugati végébe is, és majd eldöntöd, hogy melyik oldalon akarod fogadni, és vagy kelet vagy a nyugat fog aktiválódni. Viszont amikor két rabbi jön, akkor nem lehet ezt megcsinálni, hogy majd eldöntöm, hogy melyik rabbit fogadom, akkor ezt már nem lehetne. Mi a különbség van? Binom a Májsna, le kánokánolaj, de én Bréra, le Mizrachom el Ájlöv, námi én Bréra, van már Rabbi Jéhanan, se kvár ba chacham, se kvár ba chacham. Azt mondja, azért nem lehet, mert a különbség az az, hogy amikor nem tudod, hogy keletről vagy nyugatról jön, akkor amikor kihelyezted, még nem jött a rabbi. Még nem tudod, hogy honnan jön. Amikor a két rabbi jön, akkor mind a kettő már jött, csak te nem döntöttél még. És ebben az esetben a te döntésed a jövőben hatna vissza a jelenre. Értitek? Az első esetben nem a te döntésed az, ami dönt, hanem az, hogy honnan jön a rabbi. A második esetben a te jövőbeni döntésed, hogy melyik rabbi imponál neked inkább, melyik rabbi elébe mész, az fogja eldönteni, hogy hol van a székhelyed, amit ugye már szombat előtt ki kell helyezned, azt nem lehet. Látjuk ebből, hogy én Bréra, vagy ami Juda szerint nem működik a Bréra esete. Oké, bárhogy is legyen, a hásra, a lelebim Juda, én Bréra, ha szíva iszlej, jajom ki purin námi na avetrej, nichtavel álljum. Akkor mit látunk? Hogy ami Juda szerint nem működik a Bréra fogalma nincsen. Ha a Bréra fogalma nincsen, akkor ez volt az oka annak, hogy a persejekbe nem rakjuk bele a bűnáldozat pénzét, és nem pedig az, hogy hiába írjuk rá, össze fogjuk keverni a kettőt, akkor ez azt jelenti, hogy igazából Rabbi Júda nem mondja azt, amivel próbáltuk magyarázni tegnap, hogy az írás az nem elég, mert még mindig össze lehet keverni. Ugye mivel próbáltuk az egész előtt magyarázni? Hogy azért nem akarja Rabbi Júda, hogy két aranypolc legyen, nehogy összekeveredjen. Rá lehet írni? Oké, de Rabbi Júda szerint, ha ráírom, az se jó, mert az írást is összekeverem. Azt mondtam, de hát nem ezért nem, azt mondtam, nem az írással volt problémája, hanem azért, mert én Bréra, mert azon az állásponton van, hogy a jövőbeni döntés nem hat vissza a múltra. Ha ez az álláspontja, akkor az írás mégis elég lenne magyarul, akkor visszatér a kérdés, hogy miért ne lehetne azt csinálni, hogy van két aranypolc, az egyik az üszőjé, a másik a kecskebaké, és az egyik az üszőjé, a másik a kecskebaké, és mindegyikre ráírom, hogy üsző, ráírom, hogy kecskebak, és nem fogja összekeverni. Rabbi Juda szerint sehol nem látjuk, hogy nyoma lenne annak, hogy Rabbi Juda azon az állásponton lenne, hogyha valamire ráírok valamit, aztól még azt össze lehet keverni. Nem, nem lehet összekeverni. Minden tökéletes. Akkor miért ne? Mi az oka annak, hogy Rabbi Juda, akkor összesítve, aki esetleg nem tudta követni azt, amit eddig mondtunk, összesítve még egyszer, mi az oka annak, hogy Rabbi Juda azt mondja, nem ért egyet a bölcsekkel, és szerintem nem lehet, ne legyen két polc, hanem legyen csak egy polc. Miért? Mert összekeveri majd a két vért. Miért keveri össze? Írjuk rá, hogy a üsző és a kecske is. Nem fogjuk összekeverni. Azt mondja, ta műsum hulsod a kaingad lába dájtei. Azt mondja, Talmud, azért, mert attól tartunk, hogy a főpap nagyon éhes, nagyon fáradt, és ezért kevésbé tud koncentrálni, nem fog tudni fókuszálni, és ezért össze fogja keverni. Általában, ami Huda az az állásponton van, hogy ha valamit fölírunk, akkor azt nem keverjük össze.
De Jom Kipurkor, amikor a főpap nagyon éhes, nagyon fáradt, akkor össze tudja keverni az alvokat. És ezért nem javasolja, hogy két polc legyen, hanem legyen csak egy polc. Nilai téma ahi, lőik szívan nami, háj nafis, ve háj zutar. Azt mondta, hogy hiszen amúgy különben lenne még egy megkülönböztető jel az üszőnek a vére és a kecskének a vére között. Nem csak az, hogy ráírjuk, most gondoljátok bele, van egy kehely, amiben fölfogta az üszőnek a vérét, és van egy másik kehely, amiben fölfogta a kecskének a vérét. Mi lehet a különbség az üsző és a kecske vére között? Ez ugyanúgy néz ki? A két vér ugyanolyan? Gábor, szerintem. Először is nem valószínű, hogy ugyanúgy néz ki egy kecskének a vére, mint a marhának a vére. Nem mondom, hogy én felismerném, mert hogy mondjam, nem nézzük nagyon gyakran, de ezek az emberek azért egy pap, azért ott vágott állatokat, már látta, hogy hogy néz ki. De van egy másik különbség is. Mit tanultunk? Hány naf is, vagy hány zutar? Kinek van több vére? Az üszőnek, vagy a kecskének? Üszőnek, ez egy nagyobb állat. Mit tanultunk, hogy mind a kettőnél a teljes vért fel kell fogni a kehelyben. Ugye ez nem azt jelenti különben, hogy a teljes vért, hogy egy marhának lehet, nem tudom én, 50 liter vére. Ez az a kehelyben felfogni, elég durva, ne? Van az a vér, amit tanultunk, az első vér, amitől meghal az állat. Most ezt a vért teljesen fel kell fogni, és ez a vér biztos, hogy egy marhánál nagyobb, nem tudom pontosan mennyi, gondolom, nem tudom, 1-2 liter, nagyobb, mint a kecskénél, mert marha az nagyobb állat. Tehát eleve nem ugyanúgy néz ki a két kehely, mert az egyikben sok vér van, azt tudja, hogy az üszőjé, a másikban kevés vér van, és azt tudja, hogy az a kecské. Akkor ez is lenne egy ok arra, hogy ne keverje össze, és mégis tartunk tőle, hogy összekeveri. Miért? Mert fáradt. Fáradt, nem tud fókuszálni, és össze fogja keverni. De hitéma, lőj, meg káblélé, kullej, amár a mi huda, sejhe, cörgse, káblé, szkoldom, és a pás, nem a szkoldom, a pa is, vagy a szélem is beák. De hitéma, de lima, mi stápek, mi nej. Azt mondja a Talmud, oké, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy mégse kell, hogy az egész vért felfogja. És akkor viszont ugyannyi vér van a kettőben, a két kehelyben. Azt mondtam, hogy nem, mert a Júda azt mondta, hogy az egész vért fel kell fogni, hogy a Tórában látjuk, hogy az egész vért öntse ki az oltár alapzatára az egész után. Akkor az egész vért kell fogni. Azt mondtam, no, lehet, hogy az nem azt jelenti, lehet, hogy azt jelenti, hogy fölfogja az egész vért, utána kiöntek keveset belőle, és a maradékkal megy be a Szentek Szentjébe, és akkor már ugyanannyi van a kettőben. Föl kell fogni az egészet, de utána ki kell egyenlíteni, mind a kettőben ugyannyi maradjon. Az oké, de akkor is van egy különbség a két vér között. Miért? Háj hiver, háj szumok. Az egyik az világosabb színű, a másik sötétebb színű, mint ahogy most csak kiderült, nem tudtam. A kecskének a vére világosabb, a marhának a vére sötétebb, vörös. Akkor egy kohén az föl tudja ismerni, akkor látja, hogy melyik a kecské és melyik a marhája. Ellamisum kulsodakain gadolláva dájtej, ahe námisum kulsodakain gadolláva dájtej, azt mondja, Talmud, hanem nincs más válasz, mint az, hogy a főpap fáradt, és ezért össze fogja keverni a két vért, hiába különbözik a mennyisége, különbözik a színe, össze fogja keverni. Ugyanígy, ha lenne két polc, az még egy esély arra, hogy összekeverje a kettőt. És ezért azt mondja, hogy legyen egy polc. És azon a polcon váltogassa, és akkor nem fog összekeveredni. Oké. Most mi a gyakorlati különbség a kettő között? Hogy most egy polc van, vagy két polc van, mit érdekel ez minket manapság? Ugye ma már nincsen áldozás, akkor van-e valamilyen gyakorlati különbség? Azt mondtam, hogy igen, mert az imában, a Jom Kipur imádában mondjuk a Seder Avoda, mondjuk a Jom Kipuri szolgálat rendjét, tudjátok, amikor már jó éhesek vagyunk a reggeli ima után, akkor még egy-két órát ott hosszan olvassuk, már alig vannak a zsinagógában a szünet előtt, akkor ilyen délután 1-2 között elkezdjük olvasni a Seder Avoda, a Jom Kipuri áldozás rendjét. És abban van egy rész, ami erről szól, és akkor nem mindegy, hogy ezt hogy mondjuk. Így mondjuk, vagy úgy mondjuk. A Ude Nachiszke Meide Rave, Amár Jatszavi Nichajak Elkán Sejnisem Eichal, Natáldom vagy Énaknál Szaj, Amelé Háda Kerebanom, Háda Kerebi Huda,
Éma in niach dáma szajnát alap dáma por. Azt mondja, a Talmud történet egyszer, hogy Rava zsinagógájában az előimádkozó úgy hivatkozott erre a történetre, mintha egy polc lenne, és Rava azt mondta neki, hogy nem lehet, mert nézd meg, hogy ez csak Rabbi Judá véleménye, a bölcsek vélemény viszont az, hogy két polc volt, tehát akkor úgy lenne helyes, hogy mondjad. Oké. Oké, túl vagyunk ezen, tehát a főpap bement, fölhintette az első alkalommal az üszőnek a vérét a fridládára, a másik alkalommal a kecskének a vérét a fridládára. Kijött, és most ugye ezt megcsinálja, először fölhinti az üszővérét a parojkeszre, a függönyre, és utána visszarakja, és utána a kecskének a vérét is a parojkeszre, a függönyre. Hízzam, hogy menne a parojkeszke neked, aranyba húz. Hova kell, hogy mit mondatott a misna? Hova kell felhintenie a... Emlékszel, András, a függönynél? Hova kell a függönyre hintenie? Elé, az oldalán elé kellett. Nem az oldalán, fridládánál, igen. Fridládánál elé. Azt mondtuk, hogy ugye kilóg a két snéabádim, a két rúd, igen, a fridládának a két rúdja, és látszik a függönyön keresztül, és a felé kell hintenie. Tanulában a Hényászalajon Majén, Mátalmud Laimás, Sém sem az elefant elif ním, Kák Mázebe Héha, Málafan elif ním, Ákhasz a Márvesevele Máta, Midáma Park, Kák Mázebe Héha, Sém sem elif elif ním, Ákhasz a Márvesevele Máta, Midáma Szaj, Kák Mázebe Héha. Azt mondja, Talmud, akkor ugyanúgy kell ezt az egészet csinálni, mint a magában a Szentek Szentjében. Ugyanúgy, hogy a Szentek Szentjében egyszer hintett fent, és hétszer hintett lent, Ákhasz a Márvesevele Máta, mind az üszőnek a véréből, mind a kecskének a véréből, ugyanígy, amikor kint van a csarnokban, akkor egyet hint fent, és hetet hint lent. Mind a kettőből. Miért? Mert azt mondja a Tóra, Mózes 3. könyve 16-os fejezet 16-os mondatban, hény jászele olyan majed, ugyanígy járjon el, miután elmondja a Tóra, hogy mit kell csinálni a Szentek Szentjében, azt mondja, és ugyanígy járjon el, le olyan majed a csarnokban is. Akkor tudjuk, hogy ugyanúgy, hogy a Szentek Szentjében áhasz le májla, ve sevele máta egyet hint fönt, és hetet hint lent. Mind az üszőnek a véréből, mind a kecskének a véréből. Ugyanígy a csarnokban, amikor kijött a két rút közé, a helye közé a függönyre, ugyanígy mind a kettőből, mind az üszőnek a véréből, mind a kecskének a véréből, áhasz le májla, ve sevele máta egyet kell fönt, és hetet kell lent. Oké, most ha már ez a mondat szóba került, hogy ez a mondat teljesen úgy hangzik, hogy hényászel le olyan majd, ha sajjén itt, amit a jöjtum assza. És ugyanígy járjon el a találkozás sátrában, ahol ott van velük Isten a tisztátalanságukban. A mondat, ez a második mondat fele. Mi az, hogy ott van velük Isten a tisztátalanságukban? Miről szól ez? Mi ez? Ez már előre vetíti, hogy amikor a zsidók tisztátalanok lesznek, és nem lesz szentély, akkor is velük lesz. Akkor is Isten velünk van. Ha sejtem, hogy szerintem azt mondom, a finom sásányt menys, kínai van, akkor is, amikor a zsidók tisztátalanok, akkor is Isten velük van, az isteni dicsfény. Amelé a húc dukile rabi hanina, hasta barit meim atun dich szív tum azt mondom, és lea, amelé a házimák szívbejú, a sejtem, hogy szerintem azt mondom, a finom sásányt meim, s kina súlya benéje. Azt mondta, az egyszer találkozott egy duki, egy szadaceus eretnek, Rabbi Haninával, és azt mondta neki, nézd csak meg, ma már ti milyen tisztátalanok vagytok. Hiszen az van írva Éha Jeremiás síralmaiban, hogy olyan a tisztátalansága Izrael népének, mint a menzeszes nő tisztátalansága, mert a ruháján meglátszanak a vérfoltok. A zsidók is ilyen tisztátalanok, bűnösök lesznek. A tisztátalanság, mint az egy átvitt érte, egy metafora a bűnösségre. És ezt mondták, nézd meg, bűnösök vagytok, tisztátalanok vagytok. És erre azt mondták, kérem, Hanina, igen, de az van írva a Seichen Itam, vagy Töjöktöm Asszam, hogy Isten, az isteni dicsvény velük van a tisztátalanságukban is. Szóval hiába tisztátalanok vagyunk, de Isten velünk van. Drága barátaim, idáig tartott a mai nap, nagyon rövid volt a mai, mert az első oldal az csak két sor volt összesen. Úgyhogy szerencsétek van, lehet menni egy kicsit pihenni, ki lehet használni a hátrálevő 10 percet. Köszönöm szépen mindenkinek, Skajach!
további szép napot, jó hetet, vigyázzunk magunkra, jó egészséget kívánok mindenkinek, a viszontlátásra, viszont hallásra.